Olyan hálás a szívem, értetek, akik itt vagytok most. Hogy egy ilyen helyzetben, ilyen világban, ami körülvesz bennünket, mégis úgy döntöttetek ma, hogy fontos számotokra Isten, hogy fontos számotokra Isten népe, hogy együtt akartok lenni azokkal, akikkel közösen hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus a feltámadott Isten, aki átvíz bennünket minden, ami ebben a világban ér. Nagyon hálás vagyok értetek, és szeretném, hogyha tudnátok, hogy Isten, amikor letekint a mennyből, akkor azt mondja, hogy ez az én csapatom, ez az én csapatom, akik komolyan vesznek engem minden körülmények között. És szerintetek ezek után Isten ne azt mondaná, hogy rátok árasztom minden áldásomat, szeretnélek megjutalmazni benneteket. Fontosak vagytok a számomra, értékesek vagytok a számomra, az enyény vagytok, senki nem ragadhat ki a kezemből. Ezt mondja a mi Istenünk. Így olvassuk Isten igényét ezen a mai délelőttön, Jobb könyve 26. fejezetéből az 5. verstől a 14. versig. Megremegnek az árnyak, amelyek a vizek alatt nyugszanak. A holtak hazája leplezetlen Isten előtt, nincs eltakarva az enyészet helye. Ő terítette éjszakot a kietlenség fölé, függesztette ki a földet a semmiség fölött. Fellegekbe zárta a vizeket, nem hasad meg a felhő alattuk. Eltakarta trónusát, felhőt terjesztett ki fölötte. Határt szabott a vizeknek ott, ahol a világosság találkozik a sötétséggel. Az egek oszlopai meginognak és megrendülnek fenyegetésétől. Erejével fölriasztotta a tengert, értelmével széz, szétszúzta ráhábot. Leheletétől kiderült az ég, kezével átdöfte a gyors kígyót. Pedig ez csak a szegélye útjának. És milyen halk az a szó, amelyet meghallunk belőle. Ki tudná hát felfogni hatalmas tetteinek mennydörgő szavát? Imádkozzunk. Úrunk, mi úgy vagyunk itt ma előtted, hogy szeretnénk meghallani a te hatalmas tetteid mennydörgő szavát. Úrunk, kérünk, jelens ki magadat a mennyből, mi pedig figyelünk, nyitott fülekkel, nyitott szívekkel, mert rád van szükségünk. Kérünk, hallgas meg bennünket, jelenj meg közöttünk, és szólj hozzánk. Amen. Foglaljunk helyet. Ahogyan Tomi is említette a bizonyság tételében, az elmúlt héten, hála Istennek, sokakkal volt lehetőségem beszélgetni innen a gyülekezetből, és néhányan mondták ugyanazt, amiről Tomi is bizonyságot tett, hogy elnevezték már előre az évüket. Azzal a reménységgel, hogy Isten ebben az évben úgy lesz majd jelen, mint ahogy előre látják a saját hitükben, és az Istennel való kapcsolatukból. Annyi mindent tervezünk ilyenkor évelején, igaz? Ilyenkor vannak a nagy céges évindító megbeszélések, ilyenkor tárják fel a cégeknél az éves terveket, és készítik el előre, mennyi profitot, honnan és hogyan szeretnének elérni, hogyan szeretnék tovább vezetni ebben az évben a különböző társulatokat. Aztán terveket szövünk a saját egyéni életünkre nézve is. Gondolom sokan tettetek, ha nem is fogadalmat, de egy gondolatot, egy, egy papíra vagy számítógépbe írt, olyan, olyan gondolatot, amiről azt mondjátok, hogy szeretném, hogyha ezt az évemet ez jellemezni. Szeretnék fogyni, szeretnék hízni, szeretnék többet Istennel lenni, többet olvasni a Bibliát, szeretnék többet imádkozni, szeretnék egészségesebb életet élni, szeretném, hogyha a kapcsolatom X-el vagy Y-nal ebben az évben helyreállna, szeretnék beköltözni az új házamba, és így tovább. Mindannyiunkat foglalkoztatnak, különösen ilyenkor új év elején, azok a gondolatok, hogy hogyan tovább, és tervezünk. És a mai délelőttön abban szeretnélek bátorítani benneteket, és abban szeretném bátorítani mindannyiunkat, hogy feltétlenül tervez Istennel erre az évre is. Hogy a sok terv között, amik már megszülettek benned, és akár papírra vetetted őket, akár csak a fejedben élnek, mindenképpen legyen ott ezek között a tervek között hogy Istennel sokkal mélyebben, sokkal szorosabban szeretnék tovább menni ebben az évben, mint ahogy 2021-ben tettem. Hogyan készülsz 2022-re? Ez lesz ma a központi kérdésünk, itt az évnek a második vasárnapján. Istenből a legtöbbször a szeretetét tapasztaljuk. A legtöbb esetben, a jóságát, a hűségét, a kitartását, a türelmét, a bűnbocsátását tapasztaljuk. És hát valljuk be őszintén, a legtöbbször ezekre van szükségünk. Arra, hogy érezzük és tudjuk, és egy mély meggyőződésben, mint valami puha takaróba beleeshessünk, bele simolhassunk, hogy igen, az én Istenem megbocsátja a bűnöket, mert erre van szükségem. Aztán sokszor arra van szükségünk, hogy tapasztaljuk és érezzük, és meggyökerezzünk Isten hűségében. Uram, ugye velem jössz most is, mert az, amivel szembe kell néznem, az lehetetlennek tűnik. Beláthatatlannak tűnik. Ugye te hűséges leszel most is? Aztán van, amikor a szelítségére vágyunk, mert a világban kapunk elég keménységet. Szembesülnünk kell elég helyzettel, ami pofán vág bennünket, és néha úgy rogyunk a földre, hogy úgy érezzük, hogy nem tudok tovább menni. És ebben a kemény világban szükségünk van Istennek a szelítségére, a lehajolására. De mindemellett a mai ige alapján arra szeretnék rávilágítani nektek, hogy ne legyen rejtve előttünk az, hogy miközben Isten jósága, hűsége, szelítsége és szeretete az, amivel a legtöbbször találkozunk, mindeközben a háttérben, a kulisszák mögött Istennek valami mérhetetlenül nagy és visszafogott ereje feszül, amivel folyamatosan értünk munkálkodik. És amikor arra gondolsz, hogy hogyan indulsz neki 2022-nek, akkor vesz számot azzal, hogy a te Istened egy erős és hatalmas Isten. Hát ez az év nem éppen úgy indul, még gyülekezeti szempontból sem, mint hogyha ez a győztes sereg lenne, nem? Éj! Hey, mi vagyunk a győztes sereg, igaz, Trinity? Hmm, igen, Tamás. Igen. Igen. Hát nem teljesen úgy érezzük magunkat, nem, hogy ez a világ leghatalmasabb VIP és erőteljes csapata. Betegségek, nehézségek, konfliktusok, már a meló is sem, vagy sem úgy kezdődik a munkahelyen, mint ahogy azt terveztük, de ott áll mögöttünk, és a szelítsége, jósága, hűsége és szeretete mögött ott áll az Isten hatalmas ereje, ami felfoghatatlan a számunkra. És Isten azért fogja vissza ezt az erőt, mert hogyha ennél nagyobb erővel szembesülnénk azzal az erővel és hatalommal, ami az övé, ami nála van, azt nem bírnánk elhordozni. És képzeljétek el, hogy milyen érzés lehet Isten számára, hogy ő eljönne, és segítene, és kiárasztaná még jobban az erejét, de tudja, hogy a mi érdekünkben vissza kell azt fogni. Ugyanakkor arra bátorít bennünket, és majd mindjárt olvassuk is az igét, hogy miért mondom ezt, hogy legyen tudatos a számodra agyban, szívben, erőben, karban, legyen tudott dolog a számodra, hogy az Isten ereje a számodra elérhető. Na nézzük, miért mondom ezt. A 26. fejezet 14. versében ezt olvastuk, és ez lesz ma a központi nagy igeversünk. Pedig ez, amiről majd mindjárt beszélek, hogy mi, csak a szegélye útjának. És milyen halk az a szó, amelyet meghallunk belőle. Ki tudná hát felfogni hatalmas tetteinek mennydörgő szavát. Jobb könyvével foglalkozom az elmúlt hetekben, és valami zseniális. Na nem, mintha a Biblia másik 65 könyvéről nem pont ugyanezt mondanám nektek. De hogyha akartok az Isten ismeret mélységeiről, mély és kikutathatatlannak tűnő kincseket olvasni, akkor ajánlom jobb könyvét. A Biblia egyik legrégebbi könyvének mondják jobb könyvét, és félelmetes, félelmetesen mély az a bölcsesség, ami felhalmozódott jobb könyvében. Jobb és a három, illetve még egy negyedikkel kiegészült barátai, folyamatosan Istenről gondolkodnak. Az más kérdés, hogy időnként ez a három barát ez nem a legjobb következtetésekre jut, de, de nem olvassuk Istentől azt, és nem olvassuk jobb könyvében azt, hogy minden, amit mondanak, az rossz. Sőt, jobb könyve elénk állítja azt a fajta embert, aki állandóan mindig Isten dolgairól gondolkodik. Ez nem azt jelenti, hogy hagyd ott a munkahelyedet, hagyd ott a családodat, vonulj ki a világból, menj ki az erdőbe, és malmozva elmélkedj Isten dolgain. Sőt, hogyha olvassátok jobb könyvét, pont azt fogjátok látni, hogy ezek az emberek az élet minden területét vizsgálták, értelmezték, gondolkodtak rajta, mert benne voltak. És mindenben azt keresték, hogy hol van ebben Isten, hogyan gondolkodik Isten, és mit akar az Isten. Jobb, amikor visszagondol a betegsége előtti állapotokra, elképesztően szikár, nagyon erőteljes, nagyon kemény kifejezésekkel él. Jobb, úgy él a szemünkben, mint egy. Ilyen szuper kimagasló alak, aki a betegségben is hű marad. És ez igaz. De hogyha elolvassátok majd a 29. fejezetet, akkor látni fogjátok, hogy jobb hogyan gondol vissza a régi életére, a betegsége előtti életére. És azt mondja, hogy én ott voltam, amikor meg kellett védeni az árvák ügyét, hogy én ott voltam, amikor meg kellett védeni az özvegyek ügyét, hogy igazságot öltöttem magamra, mint egy palástot, Tudjátok, kiről mondja ezt az ige máshol? Istenről. És Jobb azt mondja, hogy én igazságot öltöttem magamra, mint egy palástot, és ott voltam, amikor védeni kellett az igazságot, mert az ember úgy issza az álnokságot, mint a vizet. Akkor képben volt Jobb, hogy hogy működik ez a világ? Igen. Azt mondja, hogy az álnoknak az álkapcsát összetörtem, hogy ne tudja feltátani a száját a szelíd és a szegény ellen. Tehát Jobb ott volt a saját városának a legkiemelkedőbb vezetői között, és igazságosan vezette a társaival együtt a saját városát. És beszél a vezetésnek a kérdéseiről, a munka kérdéseiről, beszél a természeti törvényekről, mert mindenben azt kereste ő és a barátai is, hogy mindezekben hogyan van jelen Isten. És ez a 14. vers, amit az imént felolvastam, ez egy, ez egy keserű, fájdalmas megállapítás arra vonatkozóan, hogy itt a Földön a bukott világon, mivel Isten a mennyben él, mi pedig itt élünk, ezen a bukott és nyomorúságos földön, abból a hatalmas erőből, ami egyébként Istent jellemzi, abból nagyon keveset értünk meg. Hány fokos a napnak a felszíne? Hat ezer. És mitől tikkadunk mi ki, amikor már nagyon meleg van? 33. Akkor már nagyon betyárul érezzük magunkat, nem? Amikor bent, bent a lakásban van 33 fok, az már szinte elviselhetetlen. De a nap felszíne 6000 fokos. Körülbelül ehhez tudnám hasonlítani, hogy hogyan ér el hozzánk Isten ereje. És azt mondja Jobb, hogy bár látjuk a természetben, bár látjuk a szellemvilágnak a történéseiben, amelyek elérnek hozzánk, hogy Istennek valami sokkal nagyobb ereje és hatalma van és lenne elérhető, de mire ideér hozzánk, addigra mindebből a hatalmas erőből és az ő isteni kielentéseiből mi az, amit meghallunk? Halk szó. Na ezzel kell számot vettünk. És ezért szeretném ma bátorítani magunkat arra, hogy keressük és kutassuk erőnek erejével 2022-ben is azt, hogy hol van Isten ereje. Mert Isten bizonyos szempontból, szándékosan, ahogyan az imént is mondtam, visszafogja az erejét, hogy ne pusztuljunk bele. Más részről meg akar bennünket tanítani arra, hogy nem a tüzi játékban, nem a nagy csinnadrattában van ő benne, hanem amikor beszél, akkor halkan és csendesen beszél. Miért? Hogy meghalljuk. De ez a kettő egyszerre igaz. Ennek a feszültségében élünk itt a Földön. Szeretnénk meghallani Istent, de a bukásunknak a következményeként, amit hallunk belőle, az olyan, mint a suttogás, mint a halk szó. Hiába kiabál Isten erőnek erején, erejével a természetnek az erején keresztül, és a szellemvilág erején keresztül, az ember füle annyira rest arra, hogy meghallja, hogy végül csak a halk szó, mint valami suttogás ér el hozzánk. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy Isten halkan, szelíden és csendesen akar szólni hozzánk. Nem ordítva, nem kiabálva, de. Ez nem jelenti azt, hogy az ő halk és szelíd és csendes szava mögött ne állna ott az ő isteni fenségének minden ereje. És szeretném, hogyha ezzel indulnánk útra 2022-ben hogyha tudatosulna bennünk, hogy a mi Istenünk sokkal hatalmasabb, mint azt mi el tudjuk képzelni. Hogy amikor a jóságát, a hűségét, a szeretetét tapasztaljuk, meg a bűnbocsátó kegyelmét, akkor azért tudjuk azt, hogy de ott áll emögött az az ereje, amivel össze fog zúzni az utolsó napon minden igazságtalanságot. Amivel el fogja pusztítani azokat, akik ellen állnak az ő igazságának, mert ez is Istennek az egyik tulajdonsága. És azt mondja Jobb, hogy pedig ez csak a szegélye útjának, a széle, ami elér hozzánk. Ha a természet és a szellemvilág erői Isten útjának csak a szegélye, akkor milyen lehet benne lenni Isten dolgainak a kellős közepében? Ez a dolog az, aminek igazán foglalkoztatnia kell bennünket 2022-ben. Hogyha a természet és a szellemvilág erői, amit tapasztalunk magunk körül, ez Isten útjának csak a szegélye, a széle, akkor szerintetek milyen lehet ott lenni, ahol Isten van. De nem a mennyre gondolok most, hanem, hanem az Isten munkájának, az Isten dolgainak a kellős közepében. Milyen lehet benne lenni? Az emberek és a legtöbb esetben még a hívők is leüldögélnek, figyelik ezeket, és megelégszenek azzal, hogy hm, szép ez a szegély. De hát ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha, lenne egy sok millió dollárt érő festmény, és mi lelkesednénk azért, hogy milyen szép a kerete. És mi állandóan csak a keretet néznénk, és azt mondanánk, hogy hű, wow, kiállításokat rendeznénk a szegély tiszteletére. Liciteket indítanánk, hogy milyen fantasztikus ez a szegény. És akkor lennének némelyek, akik azt mondanák, hogy de láttátok már a képet, emberek? Na, azt lenne igazán érdemes megnézni. És erre az lenne az, hogy mmm, de a szegély. Azt láttad már? És, és mi meg azt mondanánk, hogy de nézd már a képet, mert lehet, hogy a kép nagyobb, a kép bonyolultabb. A képnek a megfigyeléséhez több időre van szükség. De amikor befogadod ezt a csodálatos képet, minden tartalmával, minden színével, minden formájával, az alkotó minden üzenetével együtt, na az a valami, az az igazán érdekes, nem a széle, nem a keret, nem a szegély. 2022-ben ne elégedj meg! Isten útjának a szegélyével. Mert hogyha Isten útjának a szegélye, ami az ő köntösének a széle csak, ha az olyan hatalmas, mint ahogy tapasztaljuk, akkor szerinted milyen lehet az, amikor Isten ott van teljes fenségében, és azt mondja neked, meg azt mondja nekünk, mint Trinity Baptista gyülekezet, hogy gyertek már beljebb! Ne elégedjetek meg ennyivel, ne a keretet nézegessétek, ne azért lelkesedjetek, hanem gyertek és tapasztaljatok meg engem az én teljes valomban. Minden nehézség ellenére, ahogyan ez az év indul, Isten erre hív bennünket. A 7. 11. versben ezt olvastuk. Ő terítette éjszakot a kietlenség fölé, függesztette ki a földet a semmiség fölött. Fellegekbe zárta a vizeket, nem hasad meg a felhő alattuk. Eltakarta trónusát, felhőt terjesztett ki fölötte. Határt szabott a vizeknek ott, ahol a világosság találkozik a sötétséggel. Az egek oszlopai meginognak, és megrendülnek fenyegetésétől. Érzékelitek ezekbe a költői képekbe bújtatott hatalmas erőt. Van egy ilyen, egy ilyen teljesen értelmetlen feszültség a Biblia világa, meg a mi világunk között. És hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy azok a kis gagyi, ókori emberek nagyon keveset tudtak a világról, de bezzeg mi felvilágosult 21. századi okos emberek mennyit tudunk. Néha az az érzésem, hogy természettudományos ismeretekben, amiket képletekkel fel lehet írni egy egyetemnek a falnyi táblájára, hát abban lehet, hogy léptünk előre egy kicsit. De minden másban egyáltalán nem. Mert lehet, hogy le tudjuk írni, hogy milyen képlete van annak, amikor a víz jégkristályokká szilárdul, és megállt tőle az élet. Lehet, hogy le tudjuk írni képletben. Olyan ügyesek vagyunk, hogy ki tudtuk számolni, meg tudtuk mérni, hogy milyen gyorsan megy a fény. És előrébb van tőle az életünk? A te életed? Jó, hát persze, hát vannak praktikus részei, igen. Na de az emberek addig is tapasztalták azt, hogy van világosság és sötétség. Addig is tapasztalták azt, hogy amikor Isten úgy dönt, leesik a hó. Attól még, hogy ekkorára nőtt a fejünk, a szívünk, az zsugorodik, és egyre távolabb kerül Istentől. Az emberiség egy ilyen nagyon szofisztikált, kulturálisan, talán kiforrott, finom álcája mögött egy brutálisan kemény kultúra vesz bennünket körül. A világ történelem sok szakaszához képest rendkívül kemény, kíméletlen, Berendezkedésű világ vesz körül bennünket. És jobb könyve arról beszél, hogy a természet erői arra kell, hogy rávilágítsanak, hogy inspiráljanak bennünket, hogy ne felejtsük el, hogy milyen hatalmas Isten az, aki fenntartja ezt a világot. Isten felgyűri az ingóját, és kifeszíti az egeket. Isten felövezi a derekát, és határt szab a tengernek. Ezek költői képek, képes beszéd, de képzeld el, hogy mi történik akkor, amikor a tenger időnként egy kicsit kilép a határain kívülre. Mi történik akkor? A globális felmelegedés kapcsán állandóan szóba kerül az is, hogy ha ez így folytatódik, akkor lehet, hogy még a mi életünkben olyan aprócska országok, meg városok, mint Hollandia, vagy New York City, mondjuk víz alá kerülhetnek. Na olyan, amikor a tenger, aminek Isten határt szabott, mert felöveszte a derekát, és azt mondta, hogy eddig jöhetsz, és tovább nem, és amikor ezek a határok felbomlanak, és kicsit kilépnek az Isten által szabott határokon kívülre, mi történik akkor? Pánik, katasztrófa. Vagy amikor egy kicsit Isten jobban meglöttyinti a tengert, és elér egy cunami bennünket, hát bennünket nem, de azokat, akik olyan helyen érnek, az emberiséget eléri egy ilyen, Hogyha emlékeztek, hogy mi volt 2004-ben, az akkori nagy cunami után, hirtelen az emberek elkezdtek Istenről beszélgetni és gondolkodni. Miért engedi meg? Hol volt Isten? Mi történik akkor, ha, hogyha ez még egyszer megtörténik? A természet erői arra világítanak rá, hogy mögöttünk egy hatalmas és fenséges Isten áll. És lehet, hogy hozzánk csak a halk és szelíd szó jut el, de adjunk hálát azért, hogy nem ezzel az erővel sújt le ránk, pedig sokszor megtehetni. Aztán a 12-13. versben ezt olvastuk. Erejével fölriasztotta a tengert, Értelmével szétzúzta ráhábot. Leheletétől kiderült az ég, kezével átdöfte a gyors kígyót. Szintén költői képekbe burkolt szellemi igazságok. Az előbb a természeti világról beszélt jobb, most pedig a szellemvilágról. kezével átdöfte a gyors kígyót. Leszögezi, hogy Isten az Úr. Ugye Jobb könyvének az elején a sátán kikéri Jobbot. Isten pedig kiszolgáltatja őt neki, hogy bemutassa a hűséges szolgát Jobb személyében. És Jobb meg is állja a helyét ebben. Tehát a Biblia tud a szellemvilág rétezéséről, elénk is tárja, Feltárja ennek a dinamikáit, a szenvedéseink kapcsán jobb könyve az egyik mértékadó bibliai könyv, és ugyanakkor elmondja itt a 13. versben, hogy a sátánnal kapcsolatban ne legyen kétségünk, hogy Isten fölötte is úr. Átdöfte a gyors kígyót. Ez a ráháb, az ókori Héber elképzelés szerint egy tengeri szörny. Természetes módon valamilyen szellemi hatalmasságnak a megtestesülése. Mi az egésznek a lényege? Hogy a természeti világ és a szellemvilág fölött is Isten az Úr. És hogyha 2022-ben elérnek fizikai természetű nehézségek, akkor tudnod kell, hogy a fölött is Isten az Úr. Hogyha 2022-ben el fognak érni lelki, szellemi típusú nehézségek, mert el fognak érni, mert egy szellemi világ vesz körbe bennünket legyen tudott dolog. Ne legyen kérdés számodra, hogy mindezek fölött, Isten az Úr. Pálapostól a Szentlélekről azt írja, hogy a Szentlélek az erő, a szeretet és a józanság lelke. Az erő, a szeretet és a józanság lelke. Nem véletlenül úgy kezdi, hogy az erő lelke. Szoktál így gondolni a szent lélekre? Amikor hívod őt, hogy vezessen, amikor hívod őt, hogy adjon tanácsot, amikor talán nem is tudatosul benned, hogy Istennel beszélgetsz, de közben a Szent Lélek él benned, és a Szent Lélek beszélget Istennel úgy, hogy közben téged is tanácsol és vezet. Amikor beszélgetsz Istennel, és imádkozol, és kérsz tőle tanácsot, vezettetést, kitartást, akkor tudnod kell, hogy a Szentlélek az erőnek a lelke. És ne lepődj meg, amikor Isten Erőt fog adni, vagy erőt akar adni. Amikor a legnagyobb nyomorúságait között ott a padlón azt mondod, hogy nincsen erőn felállni. Uram, segíts! Akkor hidd el, hogy ő az erőnek a lelkével fog jönni hozzád. Nem szereti elnézni, ahogy a gyerekei a padlón hevernek, erőtlenül, gyengén és elesetten. Nem szereti elnézni ezt. Akar segíteni neked. Ott akar lenni erővel és szeretettel. Aztán szintén Pálapostól, és ezzel szeretném zárni, még két igeversünk lesz a mai délelőtre, szintén Pálapostól beszél olyan hívőkről, akikről azt írja, hogy vannak némelyek, akik a kegyességnek a látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Ezt még egyszer szeretném. Vannak olyanok, és ez a, hívők, a hívőkről beszél Pálapostól, vannak némelyek, akik a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Ez azt jelenti, a kegyesség látszata az Isten félelemnek, a a gyakorló keresztény életnek a látszatában otthonosan mozognak, de az ereje nem ismerős a számukra, sőt, megtagadják azt. Milyen az, amikor a kegyesség látszatát megőrzi valaki? Hát azt mondja, hogy én Krisztus követője vagyok, eljár a gyülekezetbe, időnként kezébe veszi a Bibliát, időnként elolvas egy magvas, áhítatos gondolatot. Ez a kegyesség látszata. És akkor úgy tűnik, hogy minden rendben van az életében. Itt van a gyülekezetben, köszönünk neki, mosolygunk. Azt gondoljuk, hogy rendben van az élete. Ami ennél nagyobb probléma, hogy ő is azt gondolja, hogy rendben van az élete. Csak amikor felmerül egy kérdés, hogy azon a bizonyos helyzeten hogyan kell átmenni, amikor konfliktusba kerülök valakivel. Amikor Isten egy nagyobb dolgot kérne tőlem, hogy tegyek meg. Anyagilag, fizikailag, lelkileg vagy hitben. Amikor arról van szó, hogy oda kellene állnod, és tenni most már végre valamit a saját házasságod érdekében, hogy ne menjen teljesen tönkre. Amikor arról lenne szó, hogy kiállts hozzám, és én válaszolok, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, akkor a kegyességnek a látszata megvan ugyan, de az erejét már megtagadják. És azt mondják, hogy nem erre van szükségem, én meg tudom oldani magamtól is. Majd meglátjuk, hogy hogyan lesz. Értitek, hogy milyen feszültség ez? Amikor valaki azt gondolja, hogy Istenhez tartozik, de amikor már valósággal rá kéne állni hitben arra, hogy segítségül hívom az én Istenem erejét, ezt a hatalmas erőt, ami itt feszül a hátunk mögött, akkor már minden más megoldás jobban tetszik, mint Isteni. És ez egy rendkívül súlyos probléma. Nagyon súlyos. Azt is mondhatnám, hogy halálos. Amikor valaki abban ringatja magát, hogy ismerem Istent, mert a kegyesség látszatát ügyesen tudom gyakorolni, de amikor már eljön az a valóságos szituáció, hogy most a kegyességnek az erejében kellene bíznom, az Isten félelmemnek az erejét kellene segítségül hívnom, akkor azt mondják, hogy erre nincs szükség, ez nem működik, ez ma már idejét múlt, és így tovább. a film élményeink miatt Jézusnak, ami hatalmas feltámadt urunknak a képe, az gyakran megmarad egy ilyen mosolygós, hosszúhajú, kedvesen szakállas, lenvászon ruhás vándor prédikátor képében. Szeretném felolvasni a zsidókhoz írt levél első fejezetéből, kicsoda az a Jézus, akinek a nevét mi segítségül hívhatjuk. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget aki miután minket bűneinkből megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Wow! Ez a te urad. Amikor segítségül hívod Jézus nevét, vagyis beszélgetsz vele, imádkozol, akkor legyen tudott dolog előtted, hogy ez az Isten, Jézus, aki megjelenik előtted a hullámos nagy barna hosszú hajával, a szépen nyírod szakállával, a fehér lenvászon ruhában, beburkolózva, akkor legyen előtted ez a kép, hogy ez a Jézus, a szavával hordozza a mindenséget. A mindenséget. Fentartja a bolygót, fenntartja az univerzumot, fenntartja a 7-8 milliárd embert, és eközben megtartja a te életedet, figyel a te dolgaidra, a legkisebbekre is, a legkisebb rezdülésedet is számon tartja, Tudja, amikor szólásra nyitod a szádat, tudja, ha beteg vagy, tudja, ha félsz, tudja, ha fájdalmad van, tudja, ha örömöd van, tudja, ha veszteséged van. Mindenről tud. És ezzel a hatalmas szavával akar szólni hozzád. Ezzel a hatalmas szavával akar szólni hozzád. Úgyhogy ha mindez, amiről ma beszéltem, ez Isten útjának csak a szegélye. Akkor azt hiszem, hogy a legfontosabb imádságunk 2022-re annak kell, hogy legyen, hogy Uram, nem csak a szegélyt akarjuk látni, hanem benne akarunk lenni a Te munkád kellős közepében. Amen. Fogunk ezért imádkozni? Jó ezért imádkozni? Hogyne! Ha valamiért kell imádkoznunk, akkor az ez. Hogy 2022-ben urunk, bonts ki a te terveidet, vonj be a te munkát kellős közepébe. Gyertek, álljunk fel, és ezért fogunk most imádkozni. Hatalmas Istenünk mennyei, Atya.